Kocsérra látogatunk el a háttér folytatásában. A stúdió vendége a település polgármester Riagyel Csaba. Köszöntöm, polgármester úr, köszönöm szépen, hogy eljött. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy újra meghívtak. 2023-mal kezdjük a kérésem, és beruházásokkal. Nem is egy beruházás sikerült befejezni és tető alá hozni. Mennyire voltak ezek jelentősek a település életében? Hát az egyik egy játszótér volt, pontosabban játszótér felújítás, az egy 5 milliós magyar falvas pályázat volt. A másik az egy sokkal jelentősebb beruházás volt, építettünk egy bölcsödét. Összefügg a kettő szinte. Igen, összefügg a kettő. Egy nagyon szép és nagyon felszerelt bölcsödénk lett, és azt gondolom, hogy ezzel a falon nagyon sokat nyert. Sűrűn járok a bölcsödébe, nagyon élvezik a gyerekek a lehetőséget, amivel tudnak ott élni, játszani. Pozitív nagyon. A szülők körében is abszolút pozitív visszhangra talált? Igen, annyira pozitív visszhangra talált, hogy képzelje, hogy van nekünk ez az adventi ablakos dolgunk, amiről már többször is beszéltem, és december 6-án a bölcsöde vállalta magára az ablakot, és kitalálták, hogy vásárlást talán fognak csinálni, és nem tudom pontosan mekkora összeg jött nekik össze, de nagyon sokan voltak, nagyon sok ember volt ott, és a szülők lelkesen sütötték a sütiket, abból vettek a gyerekeknek karácsonyi ajándékot. Ezzel azt hiszem, hogy eljutottunk a kocsérhoz és közösségépítéshez, mint párhuzamhoz. Mennyire fajsúlyos, jelentős ez a település életében, ön személy szerint? Mennyire igyekszik ennek komoly teret engedni, mert programból volt bőven. Igen, én úgy gondolom, hogy egy polgármesternek nem csak házat, nem csak bölcsődét, meg játszótéret kell építeni, hanem közösséget is. És ez nagyon fontos egy kis falu életében, hogy egy olyan közösség alakuljon ki, akik szeretnek együtt lenni, szeretnek eljárni a programokra is. És azt gondolom, hogy nagyon komoly eredményeket érünk el, amikor egy-egy rendezvényünkön 400-500 ember elő. Ami nagyon sok. Igen, hát ha azt veszem, hogy Kocsiron 1800-an lakunk, akkor az több mint 20%-a a falunak kijön egy-egy rendezvényünkre. Az nagyon szép eredmény, is én gondolom. Nevesítsük, én arra kérem ezeket a rendezvényeket. Van mit a tejbe okítani. Igen, ha nem baj, majd puskázok is egy kicsit. Jó? Köszönöm szépen. Az első rendezvényünk az a házasság hete volt. Kitaláltuk, hogy csinálunk egy fotókiállítást. Be lehetett küldeni a házassági fényképeket, és itt volt vadonatúj fénykép, volt 30-40 éves fénykép, közben volt egy lekvárfőző és egy fánk sütő verseny is. Egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt, és tényleg nagyon jó képek jöttek be. Sőt, volt egy képviselő asszonyunk, akinek mondtam, hogy hát az édesanyja olyan szép volt azon a képen, hogy hogyha idősebb lennék 40 éve, biztos szerelmes lennék belé. Minden most először márciusban csináltunk egy Petőfi emléktúrát, amit a kutyakaparó a cél, ez egy gyalogtúra, most a Törteli útról a Körösér mellett egy 8 kilométert sétáltunk, idén is lesz. Az apropója ennek az, hogy Pautai Sándorral közösen, neki van egy civil szervezető, kocséri származású, kitaláltunk, hogy lesz egy kocséritúrák.hu. A Kocsiron 8 kereszt van a határban, és ezeket a kereszteket szervezett gyalogtúrákkal lehet meglátogatni. Sanyi ezt magára vállalta, hogy ezt működtetni fogja és csinálni fogja is. Remélem, hogy sokan fognak Kocsérra látogatni, gyalogtúrázni. Hogyan tovább? A gyalogtúrával? Nem, programokkal. Programokkal. Betyár találkozó. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legnagyobb rendezvényünk. Ezelőtt pár évvel Horkai Ágnes, aki Kocsérról származott el, ő találta ki ezt. Szerintem több mint 1000 ember megfordul a kutyakaparó mellett egy hétvégén. Nagyon összetartó és nagyon lelkesek a betyárok. Nagyon jó, hogy színvonalas rendezvényt szoktak összehozni. Úgy gondolom, hogy idén egy picit meg is újulunk. Ebben a rendezvényen egy kicsit nagyobb teret vesz részt benne az önkormányzat. Remélem, hogy még jobb lesz. Nem sorolok fel mindent, mert nagyon sok volt, jó? De azért még egy párat mondok, jó? Csináltunk egy őszi szellemes tökös fesztivált. Egy picikét Halloween, egy picikét magyar hagyományok. A nagyobb gyerekeknek a faluba helyeztünk itt különböző pontokon ajándékokat, amiket össze lehetett szedni. A kisebb gyerekeknek az óvoda, a bölcsőde és az egyik élelmiszerbolt, az óvodának egy
jótékony, jóságos boszorkányok voltak, a bölcsében jóságos szellemek voltak, és a boltnak az alkalmazottai is beöltöztek, és oda el lehetett hozzájuk menni, és kis apró szereplésért ajándéktárgyakat adtak. Nagyon színvonalas és nagyon jó program volt, nagyon élvezték a gyerekek. Persze volt tökfaragás, forradborozás, meg minden, ami ilyenkor kell. Hagyományozó disznóvágás? Igen, azon is változtattunk egy kicsit. Úgy gondoltuk, hogy bevonjuk a testvér településeinket. Bevők voltak? Igen, a háromból kettőre tudott jönni. És nagyon jó, nagyon érdekes volt, és hozták a saját kis hagyományaikat. Bács-Fekete-hegyről ettünk olyan májast, amit még nem is láttunk. Zágonból egy nagyon lelkes csapat jött el, aki jutórós puliszkát csinált ott a kocsériaknak. Nagyon sok újdonság volt, ami idáig nem volt nálunk. Arra kérem, hogy szóljon néhány szót erről a bizonyos traktoros felvonulásról, ami hát lehet, hogy a várnál is nagyobb siker lett? Abszolút, abszolút. Tavaly előtt Kisambrúz és családja megkerestek engem, hogy ők földíszítenének a traktorukat, és hogy bejöhetnek-e a szokásos advent vasárnapi rendezvényünkre. Örömmel vettem, bejöttek, nagyon szép volt a traktor, és tavaly Kupor Tamás tanár úr állandó segítségem küldött egy üzenetet, hogy alap településen lesz egy fölvonulás, mi lenne, ha megpróbálnánk. Jó, hát oké, csináljuk, 3-4 traktor összejön, milyen jó lesz. Hát ez nem annyi volt. Ez ledöbbentő volt. Amikor a 39. jelentkező volt, akkor megkérdeztem a KMB-sünket, hogy Laci, biztos, hogy fogadjuk még? Azt mondta, hogy persze, hát már mindegy, hogy 35 vagy 39. Mennyi lett a vége? 39 plusz egy kis traktorra indult, ez a kis traktorra indult a Nagy Bálint, de én azt gondolom, hogy jövőre a cél az, hogy legalább 50-60-an legyünk. Valószínűsége meg is lesz. Meg. Annyi embert, mindenki azt mondta, hogy ennyi embert még soha nem láttak kocséron. De tényleg rengetegen voltunk. Adventi ablakok kalendáriuma, beszéltünk már róla nem egyszer. Ötletgazdája? Mármint így a település vonatkozásában. A település vonatkozásában, igen. Hát ez egy nagyon jó rendezvény. Ez továbbra is azt tudom mondani, hogy... De ez minden este is elfoglalkozik. Én 23-ig minden este mentem, és lelkesen ott voltam mindenhol. Talán még elfogadtam, amivel megkínáltak azt is. Egy nagyon jó rendezvény. 70-80 ember járkál esténként a faluban. Mennyire önszerveződőek ezek a rendezvények a település életében? Hogyan sikerül ezeket megvalósítani, anyagi háttér? Itt beszéltünk egy alapítványról is. Igen, van a településünkön egy egészen jól működő alapítvány, a Kocsér Községért és Polgáraért Alapítvány, aki szinte minden rendezvényünket jelentősen tudnak támogatni. De emellett sok rendezvényünk önszerveződő, és nagyon kicsi költséggel tudunk létrehozni olyan rendezvényeket, ahol nagyon sokan megfordulnak és jól érzik magukat. Valamikor őszelején az ötletem támad, hogy összehívok egy pár civil embert, akinek idézőjelben civil kocsit, hogy ötleteljünk együtt, találjunk ki, hogy milyen programokat lehetne. És sikerült találnom 6-7 olyan lelkes embert, aki hát folyamatosan ők gerjesztik a dolgokat, és folyamatosan találják ki nekem a feladatot, amit én örömmel veszek, hisz nekem is szívügyem, hogy Kocsíron egy jó közösség alakuljon ki. Ezek a rendezvények akkor tervei szerint akkor folytatódni fognak a jövőben is. Reményem szerint bővülni fognak, igen. És akkor eljutottunk június 9-éhez. Helyhatósági választások. Mik a tervei ezzel kapcsolatban? Hát úgy gondolom, hogy velem szeretnék indulni rajta. Úgy érzem, hogy vannak még feladatok, amiket meg kell oldani. Kocsériként szeretném, ha még nagyon sokáig jól érezném magam a faluba, és ezért nagyon sokat szeretnék tenni. És a legtöbbet talán így tudok értetenni. Polgármester úr, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Jó munkát. Köszönöm szépen.